szíveskedjenek minket egészségtudományi és sporttudományi szakemberek kialakni. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának egyik hallgatója állt az elnökség elé, és kérte maga, valamint hallgatótársai beavatását. A karon tanulók számára a legfontosabb esemény az oklevél átadó ünnepség évről évre. A ceremóniát idén 9. alkalommal tartották meg rendhagyó helyszínen Pécsi történelmi belvárosában. Mondhatjuk, hogy hagyományosan a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara a Széchenyi téren tartja oklevél átadó ünnepségét. Mai nap is két turnusba adjuk át, ugyanis annyi hallgató szerzett diplomát a karunkon. Két turnus, a 10 órás turnusban a magyar hallgatóink kapták meg a diplomáikat, és most a délutáni turnusban pedig a magyar, illetőleg a külföldi hallgatóink vehetik át a diplomájukat. A diploma átadóra szokás szerint július 1-én a Magyar Egészségügy napján, vagyis a Semmelweis napon került sor, melyen az egészségügyi dolgozókat ünneplik a gyógyszertárosoktól kezdve az ápolónőkön és orvosokon át a mentősökig. Az ünnepségen arról is megkérdeztük Ács Pongrácz dékánt, hogyan látja, mennyire megbecsült ez a szakma. Ez az elmúlt időszak is rávilágított arra, hogy mennyire fontos az egészségügyben dolgozóknak a megbecsülése, hiszen a pandémiával eltelt időszakban is kimondottan fontos volt az egészségügyben dolgozó. El tudjuk mondani, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el engem is, hogy az elmúlt időszakban a hallgatóink, több mint 900 hallgató vett részt a küzdelemben, és én azt gondolom, hogy ezúton is, itt a diplomaosztón is meg fogom nekik köszönni, hogy ezt megtették, és nem csak Pécs viszonylatában, hanem regionális, országos szinten voltak ők kirendelve. És én azt gondolom, hogy nagyszerű, hogy olyan tapasztalatokat tudtak szerezni, amelyet majd most kilépve a mindennapokba egyből tudják használni. Az ünnepi ceremónián részt vett az egészségtudományi kar vezetősége és tanári testülete, az egyetem vezetősége és a társkarok vezetői, valamint a szakmai és politikai közélet jeles képviselői, de vendégként külföldi konzul és nagykövet is tiszteletét tette. Köszöntőjében Betlehem József rektor helyettes úgy fogalmazott, reméli, hogy a tanulmányok során a tudás mellé a kritikus gondolkodás képességét is sikerült elsajátítani. Enélkül már a globalizált világban érvényesülni szinte lehetetlen, de a mindennapok megélése is hatékonyabbá tud lenni azáltal, hogy a kritikus gondolkodásra szert teszünk, hisz legnehezebb az egyre szélesedő információk között eligazodni, akár szakmai, akár hétköznapi kérdésekről is legyen szó, és valóban a lényeges dolgokat meglátni és azokat kiszűrni. Azzal a tudással, amit itt önök megszereztek, én nagyon bízom, hogy képesek lesznek önök is a lényeget meglátni a mindennapokban, és azon a területen, ahova majd pályájuk fogja önöket vezetni, ez a fajta képesség betegek és az önökre bízott kliensek javát is fogja szolgálni. 319 szakember vehette át diplomáját az ünnepélyes oklevél átadó keretein belül. Én, Bődi Norbert Dávid, esküszöm, hogy Magyarország alaptörvényéhez és népéhez hű leszek. A kar pécsi, kaposvári, szombathelyi és zalaegerszegi központjában, valamint a zombori székhelyen kívüli képzés keretében végzett egészségtudományi és sporttudományi szakember vehette át BSC, illetve MSC oklevelét. Köztük 13 nemzet képviseletében 32 angol nyelven végzett külföldi hallgatót is beavattak.